tudományos és műszaki ismereteinknek köszönhetően uraljuk a természet erőit, hogy egy egész város számára elegendő forrásokat teremtsünk. Ez pedig az első lépcsőfok az űrkorszak felé. Sokszor éjszakánként az ablakból bámulom az eget, és azon gondolkozok, vajon odakint mi lehet, léteztek idegenek. Én ebben biztos vagyok, az univerzum az ember számára sok titkot hagyott. Durva események zajlanak a kozmoszban, több millió galaxisban, több milliárd bolygó van. A szkeptikusok igazán bele sem gondolnak, hogy jött létre a sok csillag, a föld és a forró nap. A tér egyre jobban tágul az ősrobbanás óta, de jön majd a végső nap és ütni fog az óra. A világegyetem összezsugorodik egy pontba, s egyszer talán újra robbanni fog, mint egy bomba. Neil Armstrong 69-ben lépett a Holdra, én is párszor álmomban asztronauta voltam. A súlytalanság miatt lebegtem az űrhajóban. Ha sikerül szert tennünk a fekete lyukak erejére, akkor az emberi faj valóban a kozmosz tengerészévé válhat, és csillagtól csillagig vándorolhat. De egyszer minden egyes csillag ki fog hújni az univerzumban. Akkor mégis eljön a vég. Vagy képesek leszünk egy új univerzumot teremteni? Mi emberek azt hiszük, hogy a világot megválthatjuk, de az univerzum hatalmas, nagy részét nem is láthatjuk. Nyugtat a tudat, hogy mi intelligens faj vagyunk, viszont egy üstökös elég és könnyen ki is halhatunk. A mai technológia még kerek cipőben jár, de egyet több dolgot fogunk meg tudni idővel. Már az űrben elképzelhetetlen erők mozognak, a fizika törvényeit megszegve fejtörést okoznak. A nagy sötétségben leggyorsabb a fénysebesség, olyan gyorsan terjed, mint földön a népbetegség. Vajon valahol megszűnik a végtelenség? Halmozom a kérdéseket, válaszolni képtelenség. A gravitáció tömegvonzással egyelő, ha megszűnne, hiába várnánk, hogy jöjjön a megmentő. Mindent, amit látok, egy nagy erő hozott létre, az ősrobbanás 13,5 milliárd éve.